hanyás vagy? Mi az, hogy haló tessék? Hanyás. Haló tessék, tudakozó. Gyönyörűm, van nálatok hanyas? Csak hogy én nem vagyok a tudakozóban szolgálatban. Hogy az Isten basszom meg a seggednél fogva, van nálatok. És én ezt fogom vállalni. Ez nem a tudakozó, ezt magnóra veszek, ezt a tudakozó. De van! Az anyád picsáját, hanyas vagy, te disznó. Utána visszahívlak, kár, hogy leted. Nincs értelme. Nem teszem le. Ami maga nem teszed, igen, nem teszem. Hanyas nem vagy, te disznó. Hanyas. Jelentkezz be. Hol? Itt jelentkezzek be? Bejelentkezel vagy nem jelentkezel be, lebontalak, nem a 117.00-át hívlak, hanem a 117.12.00-át, arról ugye tud? Te büdös szemét, te senki! Van az, jó estét! Jó estét! Dobos csoportvezetőt kérek. Sajnálom, a csoportvezető most jelenleg nincs, helyettese vagyok. De azt mondja, hogy alszik. De hát alszik, hát önnek ilyenkor van az alva ideje. Aha. Ön miért nem alszik? Mert én ilyenkor szolgálatban vagyok a tudakozó panaszán. Értem. De ha én most csoportvezetőt kérek, akkor miért alszik a csoportvezető? Azért, mert a csoportvezető... Kedves uram, valamiben egyezünk meg, mert az előbb kétszer elfizettem. Én azóta már magnóra veszem ezeket a beszélgetéseket. Mi is magnóra veszük, higgyel uram. Nem baj. Csak hát én nem tudom, hogy én mire fizetnék rá, csak azt nem tudom, hogy önök mire fizetnek rá. Most tudom, hogy ugye azt van. Mondta, hogy hello, tessék, azt sem mondta, hogy ön hanyas. Pedig ugye be is kellett volna jelentkezni, hogy ön hanyas. Uram. De azt mondta nekem, hogy hello, tessék, ön nem a csoportvezető. Én bejelentkeztem. Azt mondta, hogy hello, tessék. Ezt mondtam, de na, én azt mondtam, hogy hello, tessék, igen, de hanyas. Nem mondta, hogy hanyas, uram. Ez itt nem most a tudakozó, persze, uram. Persze, közben leteheti. Most én velem nagyon kibaszott, mert én nekem nagyon sok pénzembe került. Uram, uram, a kurva életem áld. Hát várd meg, amit mondok, az Isten bassza hát meg, mert uram, olyanokat állít, ami nem igaz. Nem igaz? Nem. Hogyha meghallgatna, akkor az rájönne, hogy nem igaz. Az én beszédem is benne van a magnóban, nem benne csak van. A tiéd, drágám. Én nem vagyok a drágája. Nem az apád faszát, egy ilyen buzi lehet, csak faszom. Én vagyok a buzi. Igen, az. Uram, ez mind föl van véve, hogyha ezek után panaszolél a tudakozónál, a tudakozó személyzetével kapcsolatban, ez nagyon rá. Vállalom, tudod mit? Vállalom ezt a beszélgetést. Tudja mit? Nem jelentkezzél, ne magád! Te szemét! Nem jelentkezzél be! Miért magán tegezzelek, te barom arcú? Te hülye szar, te hülye senki, te hülye lófaszióska. Most letesszük, aztán majd megint hívlak. Jó, majd meglátjuk, megunod vagy nem unod. Én nem unom meg, uram. Én nem unod meg? Szolgálatba. Még kétszer fölveszlek, aztán az igazgatóhoz beterjesztelek holnap. Aztán vagy kirúgnak, vagy nem. Te én nem tegeztem magát, uram. És én nem vagyok a jó viszonyom, ahogy tegezzem. Legközelebb ne azt mondta, hogy hello, tessék, hanem hello. De ezt mondani, mert ez a hivatalos bejelentés, a tudakozó panasz. Jó, vagy nyakja valagamat, te hülye lófaszioska senki. Ez itt nem a tudakozó, csak hogy tudjon róla.